ezt a kurva anyádnak, ezt a kurva játéknak. Kurva getis játéknak, hogy mi a fasz volt ez? Mi a fasz volt ez, bassz meg? Kidobba a getis izéből, streamlossból, kibassz. Úgy, hogy van kibassz. Kurva életbe. Jó, most konkrétan ketté van vágva az a kurva stream. Gratulálok ezt anyádnak. Fasz ki van. Gyűlöl, amikor ketté kell válni valami fasz streamet. És amúgy is mi a fasz volt ez? Mi a retkes szarér, mi a retkes kurva anyádér, bazd meg. Mi a püdös picsáért. Dobott ki, miért akadt ennyire az a kurva játék? És most mi volt az, hogy nyomtam a gombot és nem reagált fel helyette, így beakadt, akadt, laggolt, mint a szar. Mi a szarér volt ez? Büdös szar, és most ez nem történt volna meg, akkor nem történt volna az, hogy kidobban retkes izé stream azból. És állom már, hogy altetnél, hogy miért tudok kilépni a retkes izéből, a streamlossból, azt mondd már el nekem, kíváncsi lennék kurvára. Elkezdek izé retkes szarra játszani. Most hiszem észre, amúgy a bazeg a kurva játék megint nem... Nem hiszem el, az meg, ilyen nincs. Én nem. Ilyen nincs, bazd meg. Figyeljetek most... Azóta, amióta izé visszajöttem a szünetből. A szünet ott volt hang. Visszajöttem a szünetből. Itt volt a László. Itt volt a Penfri. Itt volt ez a Siengon. Voltak itt hárman. Egyikötök se vette észre amúgy, egyikötök se vette észre, hogy amúgy bazd meg nincs hangja a játéknak. Amúgy. Kurvára kíváncsi lennék amúgy. Egyikük se veszi észre bazd meg, hogy egy kurva hangja nincs a játéknak amúgy. Egy kibaszott, kicseszett szar, egy két is játéknak nincs egy rohadványos hangja. Nem igaz, hogy senki nem veszi ezt észre. Csak a VIP veszi ezt észre, olyan furcsa. Múltkor is ez volt, a Kentas veszély, ezt nem is értem, ezt mindenki süket megnyugtam. Vagy leszállják a hangot, vagy nem tudom. Egyben, mint a DIP-nél is volt izé, ugye ez volt a helyzet, hogy nem volt hangja a játéknak, ebből szóltam neki, hogy ne, amúgy baszki, nincs is hangja a játéknak amúgy. Ebből is szerettem, feltűnt meg minden, de... A Kentas egyáltalán nem tűnt fel a DIP-nél, hogy izé van, hang nincs. Faszom, bazd meg, hiszen... Ketté kell várnom ezt a nyomogott streamet. Imádni való. És most azért, mert azért is, mert most két órás volt az a előbbi stream, és ez most megy, én három órásra terveztem, nem többet, ezért most akkor ez a stream kell, egy órás lesz. A szelló. Egy picit még pár szót sárban megnyugodtan. Én itt azért, most teljes mértékben rés vagyok most, kurván, és résbe vagyok most. Faszom ki van. Egyrészt, hogy bazdmeg elkezd lagolni a retkes játékba, bazdmeg, és akkor meg izéljék. Kidob a játékba, aztán altefényezés miatt most még kell altefényezni a retkes játékba, és mit csinál? A streamlossból kidob, kilép. Kap be a fasz, és akkor ezt is elmegy a kedvem. Kikapcsol a retkes stream. Egyrészt. Tudom, mit leszarom, menjünk a bosshoz. Már épp volt, már két órán megy a stream, és mindig ez a irritáncsani, ennyire azért nem kell ennyire késni. Már túlságosan is izé lassan nyomom már ezt a izét. Ennyi azért nem kéne lassan. Már túl lassan haladtam. Már túlságosan lassan. De ez mi? Ez nem volt eddig ilyen izé... What? Szigvár? Mit keres itt a Szigvár? Ott a Stormul a kezébe. Jom. Old friend. Old friend. Ez egy izé új, nem volt még ilyen cutscene eddig. Siegfried of the Knights of Katarina have come to uphold my promise. És akkor ez a Siegfried questline-nak a utolsó szegmense? A vége? Akkor ez volt az a meglepetés, ugye? Amit a Hullibull is mondott, hogy most ez a meglepetés az, hogy a Sigvárddal tudunk harcolni együtt. És megkapom a szomburát közben. Lábbal itt tudok foglalkozni, mert a belfoglalkozhatja a másik.
hogy a Sigvárd eddig elfoglalkoztatja a Honda zsajátot, ami még zélek. Most több élete van most, hogy veszem most észre. Az mi volt ez? Fel van töltve és elhasználtam a feltöltést, de persze a élete nem ment le. Mégis ment volna. Hát ez nem jó, mert most még többet is sebel. És kevesebb az élete ennek a izének most. És több az élete sokkal ennek a drágátos Jonda Zsajádnek. Hol van a izé? Most mi? Meghalt a izé a Sigvárd? Mi a fasz? Hát én sokat értem ezzel. Hát jobban jártam volna, hogy nem is sem meg ezt a Sigvárd keresztetem, most komolyan. Hát most már amúgy sokkal kevesebb élete van amúgy, hogyha izé egyedül jövök. Nem szórakozok itt, nem kooperálok, akkor kollaborálok a izével a Sigvárddal amúgy. Még gyorsabban tölt most be a izé. Én veszem észre, mint azt, hogy gyorsabban töltene fel a kar. Ne csak én veszem észre ezt így. Tövess már fel a szar. Csak így tovább. Na ezt a vérgyű majd látja majd. Meg a hullibulli is lemaradt erről. Pont amit akart nézni azt a questlányát, amit ő mondott, hogy csináljam ezt meg, mert ha ő nem szólt volna, akkor mesét csináltam volna. Hát nem is tudtam volna, hogy milyen létezik egyáltalán. De így is sikerült, szóval több életem maradt, és több élete volt. És ennyi? Megkaptam azt a Katarina izé, most de várjál már. Lehetséges, hogy izé? Most meg tudtam volna csinálni anélkül, hogy meghalt volna a Sigvárd? Lehetséges, sőt valószínű. Hát most meghalt. Igen, mert sokáig elszorokodott a Sigvárd, amíg én felvettem a Stormulert, még aztán még betöltöttem, még felvettem. Szóval ez most időbe telt. Nem tudtam mit csinálni sajnos. Na mindegy. Na megvan. Megvan végre az első bosszunk ebben a végjátszásban, a gameplayben. Fasz ki van most egyszerűen tényleg. Kurva száj ez így most a streamen, és hogy nincsenek itt a veteránizék most. Nem, hogy a VIP nincs itt most. Most azért még a Hullibull is nincs itt, baszki. Hullibull is nincs itt. A fehér sincs itt, a faszért nincsenek. Fasz ki van. Most az egyszer hiányzik a VIP is, pont akkor mindenki hiányzik. Nem, hogy akkor pont most akkor lehetnek akkor a többiek is itt, akkor már, hogy akkor ők tartják akkor a rendet, tartják akkor az izét, a hangot, vagy valami a játékokkal kapcsolatban. De nem. Azért, tehát már jelzettem úgy már izékkor is. Azért jelzett 2-4 perce. Már a buzi játék, konkrétan izék ide elkezdett laggolni, és ki alt-F-néztem a játékból, és a játékból alt-F-nézett volna ki, a Steam Labs-ból alt-F-nézett, azért a stream leállt. És ennek köszönhetően a stream most kezdődött újra. És ezért kezdődött el a drága... ezért kaptam megint tanáskezdésre, megint izét. SMS? Jelzést. Mert újra kezdődött ez a szaros stream. Fasz ki van. Basznál meg, amilyen a kurva izé streamlatban azért, mert hogy most ki lész a streamlatban, nincs a lehetőség, hogy akkor vissza tudsz gyorsan lépni, mondjuk egy percet van rá, vissza tudsz gyorsan lépni, és újra tudod reconnectelni azt a bizonyos streamet. Ne kelljen baszki újra kezdeni az elejétől az egészet. Ne kelljen új streamet kezdeni. Na most megint új streamet kellett kezdenem, és most ez itt tök szal. De pont, hogy már két órán megy a stream, és most akkor lesz egy ilyen, mert kb. 3 órás streamet terveztem,
De most lesz egy 2 órás stream, meg egy 1 órás. Szóval tök szar. Persze, most gyere ebbe az a kettkes gargol, amikor a többiek is észre lesznek. Az. Ne akkor, amikor itt még nagy baj előkészítő, stb. Gyere már ide. Mi van itt mögöttem? És kajak, hogy... Ó, Istenem. Jézusom. Az érdekes. UPC-vel kegyetlen problémák vannak akkor. Brutál metalké dolgok vannak. Vegye me. Hogy dodge-oljak így, ha most nem látok egyszerűen nincs lehetőségek sehol se dodge-olni, csak előre meg hátra? Ajajaj. Könyörögöm, állj már le egy pillanatra. Egyszerűen nézd meg, nem állnak le. Pillanata se, kis tudok menni. Az jó volt. Ott is a végig, vége elszámolás így nyomatja ezt a szart. De már megvan az a boss, ez már ilyentől kezdve nem számít semmi. A fontos az, hogy megvan a boss. De ilyenkor miért a dodge-olni ilyenkor? Direkt az én? El vagyok kábulva ilyenkor? Ez még talán még egyszerűbb ezzel a lángyás tátással. Küzdeni, mint azzal a bozogányos fákjással. Amúgy szerintem. Na mindegy. Istenem. Zsoltó fejlés tett engem, hogy most újra kellett intani a nem volt streamet. Nem egyszerre van. Most akkor csináltam azt, hogy ilyen ötödik rész, vagy mi az? Negyedik rész, első része, ötödik epizód első része, vagy második része, meg ezt kell csinálnom majd, mint hát a Sekiroban is voltak ilyenek még annó, hajdan. Nem egyszer volt már amúgy. Csak dászottam, hogy nem igazán volt még ilyen alkalom, de hát mindig ezt egyszer mindenek én az ideje. Kurva jelentbe. Ugye az nekem még 2000 mimikri van. De 2 az. Szóval menjünk innen gyorsan. Hú, az közel volt. Na. Csodás. Én csak 2-t vagy 3-at tudtam vágni, nem tudtam 4-et vágni bele. Hú, de már azért most megtorpant. Máskülönben elkapott volna engem most. Picit beszívtam volna. Beszippantottam volna a narancslikört. Egy hatalmas great shieldet kaptam, ami hatalmas pajzsot. Ami nekem nem kell. De minek kéne? Egy van, ami nincsen. Nem ellenség. Ember. Ember. 21-et ad. 83 000 szalul. Azokat még lenyisszantjuk, aztán, hogyha azok ölnek meg, akkor nem tudom, hogy csinál, akkor most csavarodok le a székről. Nyugodj meg! Az, amivel egyikük izélnek, amúgy lőnek ilyen tűzújókkal, meg ilyen tűzlángokkal, tűzokáldásokat is nyomatnak, meg egy kis piszkátorra is döfködnek. Nem éppen kellemes ez is. Köszönjén szólva. Na. Akkor most már tényleg ez a területtel befejeztük. Hú, de jó. Végre mehetünk tovább. És végre mehetünk arra a területre, ami miatt is a cím is sugal, meg hát maga az esemény címe is sugalja azt. Végre mehetünk vissza a drágátos területünkre, amit akartam. Abba a nagyon jó területre. Szerbusz, Hurdibuldi, szerbusz. Lemaradtál a hatalmas cutscene-ről. Itt bejöttem az Z-be, Yom the Giant Head, bementem Sigvarddal, ide jött mellettem, itt nyomta. Annyi mondta, hogy ez old friend, szerbusz old friend. Azért jöttem, hogy promise, betehessem a sormat. Nyomotta a Storm Ruler-lel, csak hát kb. Már az elején meghalt. Nem tudom, ez jó,
Vagy, és akkor ezzel vége, igaz? Már gondolom, mert meghalt, azért gondolom, akkor vége. Mert kiszorítottam a börtönből, megtaláltam a börtönt, ki tudtam szabadítani, megtaláltam a kulcsot is hozzá. Ki is szabadítottad, igen, meg a szlebet is megkaptam, igen. Megkaptam mindent. Jó volna, ha találnék végre egy nyomorult szak. A Giant, ne, amit leszarom, nem kell nekem a izéje. A kardja. Meg a pajzsa sem. Szóval nem. Úristen. Szóval mondom, akkor vége. Igen, ez a vége a questnek. És lett volna vége amúgy másképpen is? Hogy most mondjuk esetleg nem hal meg mondjuk a izé, a... Mi az? A... On the Giant nem halt volna meg? Krusty Krab Z. Szerinted melyik a legjobb boss a Dark Souls-ban? Ebben a Dark Souls-ban? Vagy az összes Dark Souls-ban? A teljes franchise-ban? Akkor tudnék mondani egy párat, de csak egyet kéne mondani, és mondjuk most este szólok most erről. Hogy mondom itt az háromban. Szerintem a legjobb boss... A Slave Knight Gill. A Ring City DLC-ben. Az a legjobb boss. Olyan epic... Nem a Giant-re gondolok, hanem hogy a Sigvárd túlélje. Azt mondtam volna, nem de. Akkor én is félek, hogy így mondtam. De a Sigvárd esetleg túlélheti? Na. Mindegy, nem baj. Nem baj. Túlélte, nem érted, hogy nem baj, nem érdekel. Az egyébként megcsináltam. Ez a quest vége, megkaptam a Katarina armort, nem itt használnám, de mindegy. Szóval szerintem a Dark Souls, sőt, akkor nem is Dark Souls, hanem az egész Dark Souls, Soulsborne, az egész Souls-like játéknak, franchise-oknak a legjobb bossa, egyértelmű a Ring City DLC meg az utolsó bossa, a Slave Knight Gill. Az. Abszolút. Olyan epikus movesetje van annak, imádom. És az volt az a boss, amit minél hiába haltam meg, mondjuk azt nem is haltam meg olyan sokszor annál a bossnál, az is érdekes volt egész sok, nem negyed évre, amikor utoljára nyomtam, negyed évre, öt évre sikerült. Első alkalommal, és amikor meghaltam, akkor hát nem is bajtok. Még konkrétan még örültem neki, hogy meghaltam, mert akkor még tudok többet harcolni ezzel a bosszal. Most konkrétan örültem neki. A Sigvárd túlélje, jó, de van boss fight, utána megöli magát, és dobolja a szekjét is pajzsa. Megölni magát. Én gondolom, teljesítette a sorsát, beteljesítette, hogy most semmit akart. Ez volt a végső akarata, hogy legyőzze Yon the Giant-et, és akkor ezzel vége. De akkor... Akkor mindig, akkor meg Isus meghal. Akkor jó. De miért beszélek ezzel? Na, szóval... Ha meg, hogyha csak ilyen részenként néznénk, ilyen a Dark Souls részeként néznénk, akkor... A Dark Souls 1-be az Artorias, a Knight Artorias, Dark Souls 2-be a... Vagy a Fume Knight, vagy a Sir Alone, de szerintem... Szerintem a Fume Knight, szerintem. Az mondjuk jobban tetszett. Mondjuk eléggé egymás után vannak. Eléggé... libas, és tényleg fejfejmelet haladnak. Háromban rengeteg jó boss fight van, de most, hogyha esetleg az alapjátékot nézünk, akkor... Szerintem, ami legjobban tetszik nekem, az a... Az a... Covetous Demon. Igen, a Jabba. A Jabba az a legjobb boss fight. Legjobb megölni. Legjobb megölni. Olyan jó érzés belemarkolni a husába. Igaz? A legjobb. Nehogy egyszer ilyen tízés szintet lépni, mert fú. Tudod, hogy négyet. Hoho, nagyon jó. És mi a felfejeztem, ezt 30-as, és akkor... Nem. Ugye inkább így. És... Tényleg vitalitásot is fel kell nyomatnom. Na így. Így jó. 71. Ahhoz képest, még itt mondtam nagyba, hogy izé, hogy fú, de izé, ezt elbasztam. És szerencsére, hogy... Fú, és mondtam azt, hogy milyen lassan haladok. Meg önként őszintén szóval csak ezt a részt csináltam meg, mert... És pedig már két és fél olyan megy a stream. Igaz, hogy hát ketté bontva, mert hát elbasztam is véletlen megállt a stream bizonyos okokból. Na, ez a rész akkor kész, ennyi volt. Akkor... This...
Distant Manor. Manor. Az alapjátékot nézzünk, akkor nem tudom, Bonty Sullivan vagy a Nameless King. Ez is mondjuk epikusságból, vagy izgalmasságból, vagy nehézségből van. A nehézségből akkor Nameless King egyértelmű. De én nem azt mondanám neki a legjobb bossnak, mert nem tudom. Én inkább akkor már Bonty Sullivant mondanám, vagy talán azért. A Champion Gandhi tényleg. Az se rossz. Ugye a Solo Cinder. Vannak itt jó boss fight-ok, főleg a háromba. Ott tele van azokkal. Abyss Watchers az is nagyon fasz a boss. Az, hogy nem nehéz, de ugye az Dalmester jó, az is jó boss fight, izgalmas. És még vissza tudunk ide a gyönyörű helyiségre, végre valahára, mint a maga a járt, a cím is sugal, meg minden. Mire meg tudok küzdeni a Bonty Sullivannel. Yes! Ezt vártam már. Erre vártam már mióta. Nyugodj már mi. Ahogy már nem is tudtam, hogy azt tudtam, hogy én csak kerestem, hogy hol lehet kiszabadítani a Sigvardot. Meg én csak úgy sétálgattam nagyba, és úgy oda belebotlottam egy ilyen kis... Oda mentem egy ilyen kis izéhez, megnéztem egy ilyen kis ketrecel ajtót, és ketrecel ablakot, rácsokat, és akkor megnéztem, beletestem benne, és azt nézem, hogy talk. Aztán benézek, láttam ott a Sigvard. És akkor... Megvan, rájöttem, hogy az a jailer ki mire, hova való... Fakker, várjál, valamit elfejtettem ott az ennyi a... Amit elfejtettem a... Ether Dungeon-be. Egy NPC-t kiszabadítani, egy NPC-t. Szerintem ahhoz kell a kulcs, szerintem, és biztos. Nem is kellett volna amúgy izélnem. Mindegy, elbasztam. Mindegy. Ne csinálom a sorkátot ennek a területnek, a sorkátját. Aztán akkor... Utána az lesz... Hogy... Hoho, nyugalom! Anyád! Hogy találsz el onnan? Könyörömbe kérlek. Ne szopjál ki velem. Mi ütsz kettő? Magyarázd már el. Túl korán. Korán ütök, vágok. Nem érdekel, megvan a poison, elegendő van. Ahhoz, hogy tudjak eleget vágni. A Divine Blessing, az jó. Hát szervusz. Csúúúú. De kikerültem ezt. Majd talán legközelebb eltalálsz. Na szóval. Lehetséges, hogy most lesz mindjárt. Nem is erre kell mennem úgy. Mi van? Sajnán most hol kell felmennem? Nem is itt kell felmennem, hanem itt, nem? Vagy mi van? És hol tudok felmenni? Már elfejtettem. Ja, itt. Csak el akarok én a Bonty Sullivannek és azzal akarok harcolni. Ja, van itt még egy! Oké. Gyere! Lehet, hogy egyedül jön, legyen itt az a másik hiászos csávó. Nem volna valami kényelmes. Én már féltem, tartottam hurlibulli, hogy végén nem lesz itt a streambe, ha már a VIP nincs itt, mert ő elutazott. Szabadságát tölti. Moderátori szabadságát tölti most éppen, ezért nem hajlandó részleni a streambe. Anyádat. A legbunkobb stílus. És miért faszom el mindig? Na most például nem vágott kettőt. Megjelentett volna már most amúgy, de minden most már megvan. Most ott szólt valami vakáció, nem tudom pontosan hova, azt elfelejtettem megkérdezni tőle, hogy amúgy hova mész, amúgy, hogy hova szeretném, és még ha már szabad kérdezem, akkor hogy hova utaztál el. És ez amúgy az... Ez hócik amúgy, mert én ezt amúgy ezt a részt mindig ki átugrottam? Mert ezt megöltem, és utána mindig visszamentem, és ennyi volt. Ide soha az életben nem voltam. De soha nem jöttem ide, nem tudom most ez hogy jutott eszembe, hogy hiten ide jöttem, de... Jól jártam.
Itt van a Smognak a izéje, a Great Hammerje, bazd. Meg Leo gyűrűjét megkaptam. Mit tud az? Leo. Vegyük fejünkkel ezt, ez jó. Ez a gold. Még ezt most kellett volna, még a izé előtt. A Black Knight-ok előtt kellett volna, mindegy most már. A Black Knight. A Knight-ok. Igen, nem megyek inkább le, nem esett le, inkább így lemegyek lépcsőn. Lépcsőzve, ez az. Szóval most már... Szóval ahhoz képest, hogyha úgy veszük, mert 2,5 olyan megy a stream, és még csak egy darab E-tier dungeon-t fejeztem fel, akkor vehetjük azt, hogy nagyon szarul haladtam. Inkább lassabban akartam haladni, nem akartam ugye sietni. Mert ha túl gyorsan haladok, akkor végén még a... túl hamar befejezem a játékot. Ezért akkor csak most picit túlságosan is lassan mentem. Most kb. Olyan lassan mentem, hogy mindent felfedeztem, és majdnem mindent. Kb. Összes területet felfedeztem, ami csak lehet. Na, most a pajzsom nem lesz. Na, bazd, most tényleg invéden egy shit azon a területen, azt ki is fejtettem. Nem áll! Meg ez a NPC is invéden, jól tudom. Vágjad már! Londor PLC-n, ez valószínűleg az NPC, mert hát kimond, kinevezne egy ilyen nevű embert. Kinevezne egy Londor PLC-nek a saját karakterét. A Dark. A Dark Magic. Magic Canton. Ilyenkor jó a poizos fegyverek. Mi ez a izé, ez a... rozsomák, hallod? Wolverine, nézd meg, Wolverine 2. A farkas. Megkaptam a izét, a klóját. Egyébként mász fel? Mit tud ez? Hol van? Hol vagy? Ott van. Há? Duplába is lehet nyomatni ezt. Oh, de jó. Snyisz, nyasz, snyisz, nyasz. Az igen, hogy nyomom? Ennyi? Azt mondom, hogy nagyon fasz a kombója, vagy valami esetleg. Mint a... Ashes of Ariandennek a izé a hollói, ugye a vérengző varjai. Azonnal a karmainak annak aztán van valami kombója. Nem mindegy. Hol van a kardom? Elvesződött már a részletekben. Nyugszi van. Nyugalom. Urai vagyunk a helyzetben. Miért a kutyák már? A legideges több enemik az egész Dark Souls szériában, meg nem csak a Soulsborne-ban, mert kb. Mindenhol van. A Bloodborne-ban is van, azt hiszem, hogy ott van izébe is, a Sekiro-ban is. Sőt, igen, Sekiro-ban is van. De ott nem annyira sok van belőle. Szóval a kutyák, meg ezek a kutyafajuk, izék, szerzetesek, ezek a legideges több enemik az egész szériában. A kutyák. Ki nem állta a kutyákat ebben a játékban? Borzasztó. Ki szeretné ebben a játékban a kutyákat amúgy? Ez a másik kérdés. Ez a vicc, itt kb. Kettő darab sorkát is van, azt hiszem. Itt is van egy sorkát. Ez nem az? Dehogy nem az. Ez a hosszabb sorket a Ponti Sullivanhez, és van a másik, ami közelebb visz egy picivel. Az mi az ott? Egy large joe. Large joint. Az pont, hogy arra mentek. Ja, és vannak, az jó. Hát nem volt jó, ez inkább össze kellett volna kapni össze ezeket a kettőst inkább. Tudom, hogy inkább kapjuk el mind a kettőt. Agresszívabbak is, mint a kutyák? Szerintem is amúgy. Sokkal. Sokkal gyorsabban, sokkal gyorsabbak, sokkal erősebbek. Sokkal ilyen fürgébbek, meg... Nem hagynak időt. Nem hagynak időt reagálni semmit. Mint a... Mi az a...
mint a kettőben meg az egyben. Nem győztem még le a Dancert. Még nem győztem le. Majd az Aldrich után. Nem lesz ez egy jó. Lehet egy piadot? Menj, gyere csak ide, gyere csak ide. Mondjuk itt van a másik varázsló, és az a baj azza meg. Ájjjjj, ez sose jó. Ez jó az a kard. Mindent kibír. Az a baj, elhasználok minden egyes izémet. Egyszer jönnek, az a baj, egymás, egy ilyen hátán torkán jönnek. Nem jó. Jó, inkább ezt elkapni előbb. Meg is van. Szóval először legyőzöm a Pontis Szerimet, és akkor utána az Odics Deborergácot, és akkor utána majd jön a, illetve a Lancer. A Deboreal veli. Itt van Jóska Church, a Jóska temploma. De most az nem érdekel minket. What? Ja, van itt még egy ilyen, tényleg. Már is fejtettem. Nem baj az. Szedjük a közönséget. Szóval a Vevi Warrior. A Vave Warrior. Jó. Arra van a másik sorkat is amúgy, csak hát azt nem tudom most jelleg ez az oldalon a fenyítés, a másik oldalon. Itt ez. De mindegy. De hogy is kell felugrani, azt hiszem? Ja, ott lentről, igen, jó. Vagy fentről. Pont a Pontis Sullivannek a boss szériája van ott amúgy. Mit csinálnak? Mi észrevettek engem volna, az bebaszna. What? Itt kosfal, pont ez. És pont, akkor már jól sejtettem akkor, hogy miért izé... Miért volt ennyire furcsa, hogy miért volt itt valami izé egy ilyen lépcső. Akkor már értem. Tehát még gondolkodtam is rajta, hogy hát ez nem izé... Ez nem titkos fal esetleg? Tudod, mit hagyjuk. És csak az volt. Hála neked, hulli-bulli azért, mert most... Én kételkedtem benne. Kérdélek voltak a fejemben. De hála neked sikerült megválaszolom ezt a kérdést. Itt meg mi van? Itt gondolom nincs falkát, gondolom, hogy mi ez titkos fal. De ha nincs, akkor mi vagy? Ez mi van itt akkor? Nem akarom elhinni, hogy egy ilyen rész ide raknak azért, mert a semmiért, mert nincs semmi item, semmi nincs. Nekem van-e kedvenc armorom a DS3-ban? Az Artorias armorja a kedvencem nekem. Ezt is szeretem, ezt a Alvát, meg azt a Faramot is szeretem. De a... Nekem az Artorias nagyon tetszik. Az nekem nem. Sőt, nekem az a kedvenc szettem. Az Artorias izé... ruhája. A Nameless King izével. Fejdíszével. Nameless King fejdíszével, ja. Az a mester. Ez egy igaz, nagyon bedesz. Ez az is fog maradni majd lehetséges, már nem tudom. Ez még gondolkodok ezen. Ezen még nagyon gondolkodok, hogy milyen szettel fogom végignyomatni a végét, a végelszámolást. De nagy valószínűsége lehet, nagy esélyekkel pályázik az. Vagy lehet, hogy a Farad, nem tudom. Vagy valamelyik boss. Másik boss páncél. Anyád. Ez nem volt szép. Ez bátortalan volt. Valami jön mögöttem? Valami van mögöttem, ami láthatatlan ember. A láthatatlan ember. Bosszant. Na most mi a helyzet? Most visszajöttem? Most én vagyok a... Példány. Ti vagytok a prédák most. Egyetettek a számlák. A Mimic fej armor egy nagyon jó sisak. Igen? Azt mondom? Úristen, mennyien vannak. Ad valami izét? Bónusz esetleg? Valamivel felnöveli a statot esetleg? Vagy nem tudom. Vagy csak jól néz ki. Bár... Hozzá csak ad valamit. Mint a... Mondjuk a izé... Mi az a... Mi volt a Halo skin a kettőben?
tovább mondani nézett ki, de amúgy tök hasznos volt. Meg hát volt a királynak a koronája például, amiben nem lehetsz többé háló, mindig ember maradsz. Az például elég jó dolog, egy jó fajta. Elég hasznos sisak az biztos. Itt volna a drága pontív Sullivan. És milyen lenne most egy izével, egyet tusszal neki mennék a bossnak át. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Helyette azt csinálom. Leszalom a izéke számonokat. A számon az buzis, nem kell számon. Csak és kizárólag egyedül nyomatjuk. 100 item discovery-t ad és folyamatosan viszi le az életedet. Viszi le az életedet? Voltam viszi le? Hát ez nem jó. Oké, a 100 item discovery az mondjuk az jó. De az, hogy folyton viszi az életet, az nem jó. Hát az... Az rizikós. Az veszélyes. Ez veszélyes. Szóval... Döntenünk kell mindannyiunknak. Döntsél te is. Az ország jövőjéről. A játék jövőjéről is döntsél. Jaj. Mi van itt? Ring of the Sun. Firstborn. What the? Mi ez? Azt a mindenit. Fú, de fontos. Boost olyan mire költ. Júj. Ez rohadtul megérte. A mire költ? Nem kell. Mivel hogy? A harang sisak, a pillangó armorra, az igen. Hát, még azt nem használtam, még nem is tudtam, hogy hol lehet használni, hogy hol tudom ezt megszerezni. Szóval még nem volt rá szerencsém, de... Még emberre válogatja. Én szerintem azt a pályázókat, amik tényleg ilyen nagyon epikusak, ilyen nagyon... Van tartásuk. Na szóval. Ide leülök, csak hát nem pont ide, vagy mi van? De pont ide kéne leülnöm. Na, megvan oda minden, 43 ezer szólal fog neki menni a bossnak. Júj, jó lesz. Na, epikus? Na, hát akkor az jó. Még láttam róla a videókat mondjuk, láttam, hogy hogy néz ki nagyjából. Nagyon komolyan biztos. Epikusnak biztos, mert voltam azt a lett. Nem repülni, hanem ilyen lassan szállni, vagy mi az. Hát hajrá! Végre! Itt az epic boss fight. Ponti Sullivan. Ezzel a boss nem igazán küzdöttem még pajzs nélkül, amúgy. Na mindegy, hát nem, még nézzük úgy. Lokkod már be! Ezt hogy basztam ezt el? Nem áll? Hát mi van velem? Ilyen hamar izé nyomotja ezt a kombóját. Gyors. Az jó volt. Ne kettőd! Milyen mázi most ezt elbaszta. Elbélázta. Meg ezt is. Milyen sokat használja ezt a kombót, hallod? Hú. Kurva epikus, nagyon jó az izé, moveset-je, imádom ezt a bosst, ezt imádom. Mi vártam? Mindegy. Menjünk inkább. Hát a semmit! Alig kell már neki amúgy ütés.
Hát a vége meg megcsapott. Mondogatom, hát ha. Hol vagy? Hát a mögött. Meg is van. Az elkapott engem rendesen most. Melyebb pillanatot? Ezt inkább távolodjunk egy kicsikét. Ilyen gyors volt, ez ilyen gyanúsan gyors volt. Ilyen És ha megint már, hát egy pillanat... Most végre valahára egyedül voltál megint. És most már nem. Na azért figyeld most, leszalom most már azért ezt a szart. Úristen, hát a semmit hallod. De nem használják az epic kombóját, amikor ebbe a formában, amikor ebbe a klónozásban van amúgy. Hát meg lehet volna, hogyha nem ment volna, nem fogott volna hátra. És itt a vége! Ott van, és ennyi! Most! Imádom ezt a boss-t. Olyan epikus volt, alig láttam valamit, hallod. Voltak olyan, amikor csak itt kapkodtam a fejemet, azt tudtam, hogy csak dodzsoltam jobbra-balra, csak így ritmusosan. Próbáltam ritmus tartani. Meg volt. Pontifex Sulfán. Sulfát. Pontifex Sulfát. Meg is volt. Hát ennyi. Fú, hát az nagyon jó volt. Imádom ezt a boss-t. Egyik legepikusabb boss. Az ever seen before this. Oh. Hát szóval most ha tényleg menjünk vissza akkor a ezében az E.T. Dungeon-be. Mert van egy NPC, akit ki kell menteni onnan a slamasztikából. Ha ne felejtsük el a pontív szóját, nem használjuk el, mert az fontos. Az kell. Az kell. Mennyi volt, hogy most... Mondjuk most tudok válaszolni most, hogy melyiket szerezzem be a kettő közül. Hát, jó kérdés. Mert a kettő kar közül valamiket meg tudom szerezni. Hát szerintem ez jobb lenne, mert ez strength-es fegyver, és én strength-es vagyok inkább. Ez meg ilyen vegyes. Ez meg ilyen magic card. Vajásztokat tanít. Nem baj. Azért kimentjük. Fő a morál. Fő, legyen egy jó a morálunk akkor legalább. Kimentünk minden NPC-t. Mindegy, hogy mit csinálnak, mindegy, hogy mit akarnak, mit adnak. Fő a közösség, építés. Szóval hiába, ezt nem tudom, ezt nem kell használni, most nem tudom használni hiába, mert nekem nincs még annyira gyölő annyi intelligence, amiket fejezhetném, de... nem, inkább ezt használom. Egy jó strength-es fegyver. Ez jó lesz. Ez a tüzes. De szerintem valószínűleg, vagy nem tudom. Szerintem most még nem lesz még tüzes, gondolom. Hanem még csak simán csak vágni tudok vele. Ha. Dehogy nem. Tüzel, és most meg már lángol a kard. Nagyon jó. De jó. Hehehe. Nagyon zsír. Mi az a... Ó, de jó! Azt tudom, hogy akkor is nyomod valamit, de nem... Nem rossz. Nem rossz kérdően szépen, ez nagyon jó, mert akkor lángol az a kard. Csak hát most gyengébben jelenleginél, de ezt fel is fel tudom fejleszteni akár, hogyha kell. Bár gondolom el is tájtani, hogy skill kell ez, mert tehát a bosszó az általában skill kell. Sőt, tehát szinte azt hiszem mindig, de jól tudom. De majdunk az átóri eztán, mert az mégis csak a best. A best. Hú, erre kapd azért. Na szóval. Elhagyok amit egyáltalán ennek a nénnek, vagy nem? Ezt hagyjam itt így. Miért ilyen kávét nem tudok venni nála még mindig? Titanite skill-eket, mondjuk az messze van még az, mikor tudok olyat csinálni. Az még messze van.
Hány óra most amúgy? Mindjárt 7 óra. Túlságosan sokat szórakoztam ott az Irtil Dungeonbe. Én szerintem. Túl sokat. Nem kellett volna ennyit. Ugye meg a 30-as vigor nem érekem. De kevés kell a szintén, és ez még halad. Akkor azt még csináljuk meg a folyósan még. Adjunk el amit akkor. Nem kellnek ezek. 31 ezer kéne. Adjunk el talált ebből, és akkor valószínűleg illen biztos elgendő lesz. Blablabla. Jó. Endurance. Endurance. A durance elnyuszi. Ma nem mész fel. Hova? Ma nem megyek fel, László. Hát, ma péntek van, László. Hát... ez... nem tudtad? Pénteken nem szoktam felmenni. Csak izékor. Mi az? Mi ez van közel? Ez közelebb van ez. Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön. Meg vasárnap. Pénteki szombaton szabad nap van. Pénteki szombat szabad nap. Hát például neked tudod ki a László, hát már mikor mondtam ezt már neked? Mondok ki neked mindent, de csak a fele marad meg. De Sándornak. Mondjuk annál még több. Hát csak a három negyedem, és a negyedem alatt csak meg az információ morzsájának. Amúgy is már nem sokáig maradok, nem sokáig fogok streamelni az a helyet, sajnos. Már ezleg három óra terveztem, csak ez itt tök szalett, mert most hát megállt a stream, kurva jól, haszán. És erre kellett volna mennem, ezt elbasztam most, nagyon csúnyán elbasztam a kurva életbe, de elbasztam. Isten idióta, hogy lehetek ekkora palpac? Hallod, bazd meg. Megölöm a izét, pont is Silent elsőre, ezek a szalok meg megölnek. Felettév érdekes. Nagyon gyanús. Mert? Miért is? Mert szar felefutottam. Szar felefutottam. Elfejtettem, hogy arra nem lehet felmenni, csak akkor, hogyha más rendből jössz. Baszki van ezekből a szar dungeon-s gecikből. Ezekből a boszorkány imádkozókból. Hát. Megbégezni, mint a disznókat kávéhez. Megbillogoltad keményen. Megbillogoltak. Megbélyegeztek engem, mint a disznó seggét, úgy nyomadtak már rám a seggemre. Hogy senki mást a világon. Húzottas felfele magad? Gyerünk most már. Leszorokozz velem, nem kell lesz be. Ott a zsélősz ki, ez az. Beszélj! Offer help, igen. Vagy szép, igen, megmentelek, gyerünk. Azért. Nem érdekel az a szól ott, ami ott maradt. És ott maradt, amit ott is fel tudtam volna venni. 200 szól maradt benne, az nem se, az semmi. Az semmi. Az még egy fa, az kenyére se jó. Arra sem elég. Szóval... azért inkább hagyjuk. Mert azért megcsinálnám az ezt az Aldrich-est fightot, de az még nagyon messze van. Anorondom, hogy nagyon messze van, és hát nem nagyon messze, hát hogyha átrohannék, akkor mindjárt megcsinálom, de azt nem akarom megcsinálni. Nem akarok átrohanni, azt semmiféleképp nem akarom megtenni, mert fő a maximalitás. Ne menj még el! Ó, Istenem, ez közel volt. És ennél meg Twinkly Tide, tehát egy Tide Knight skillet, könyörögöm, adjon már valaki. Egy skillet adjon már valaki, könyörögöm, hogy feltél a fejét, ezt a buzikardot.
De nem tudom felfejleszteni, mert minek is tudnám felfejleszteni. A felfejlesztés az buzis. Mindent simával, plusz egyes nélkül. Fejlesztés nélkül csinálod meg. Ez fontos. Szóval fel akarom oldani mindegy. Ezért sokatot meg akarok oldani. Fel akarom szedni összeg cuccot, fel akarom szedni. Meg akarom nökölni minden ellenséget, minden enemit. Hova tűnt az ellen? Hova tűnt az ő kristalizált ember? Oké. Hát akkor bazd meg. Kapja be az egész a faszom. A nyomorult, kristályzatos emberét, nem igaz, hogy itt kell szopni. Ekkor a nyomorult embereket. Óriás tanya. A laktanya. Ott vannak a cickányok. Nem vettem, hogy ezért íjat. Most jött eszembe amúgy. Hiába mondtam magamnak, hogy felveszem az íjász. Ijakat veszek majd, hát nem vettem. Na mindegy. Nem tudom egyszer odahívni őket ide, csak egy szép egyessével. Nem tudom idehívni egyessével őket. Ezek együtt fognak jönni. Ketten vannak? Miért emlékszek ezekre hárman? Miért emlékszek háromra? Nem tudom miért. Még a szalom is lenne, hogy hárman lennének amúgy. Gyere csak! De jó, hogy a másik nem csinál semmit. Csinál csak nyugodtan. Ez már nem annyira jó. Mi a... Vedd már ezt az etkes estus estenem. A poiz... Ez az. A poiz ható ereje. A poiz ereje kérem szépen bennünk van. A poiznak hála mindenre képes vagyok. Arra, miért ti nem. Megszakítani a támadásomat. Én szóval meg tudom szakítani az ő támadásokat, ami nem van fasza. Isten veled, Havas John. Tök hogy ez kint Havas John amúgy, de mindegy. Ugyan a szörmés, ezért köpenyes lófasz ruhából, babol. Ez komoly. Ketten keltek fel. Anyád, ez közel volt. Egy picit. Jó, hogy már meghalod. Álljátok meg egy rohadt pillanatra, egy nyomorult, nyüves pillanatra álljátok már meg, hát nem igaz. Az a baj. De most azok a nyomorult varázsok ott tüzelnek rám. Közben. Miközben küzdenék ezzel a nyambattal. Ó, de sokat sebeztem rá, hallom. Az jó volt. Na meg azokat a titkos bonfire-t is meg akarom szerezni. Ott a izé, a végső bevitel. Az szép volt. Titkos bonfire-t is meg akarom csinálni, ott ahol a izék vannak. Akkor a gyíkok. Krokik. Ugye csak inkább ide, mert itt nem tálnak el ezek a nyambattak. Hát gondolom, hogy nem tálnak el. Ez közel volt. Két kézzel fog már. Te két kézzel fogtam eddig is. Nem úgy tűnt. Ennyi volt az óriás tészta is. Na. Nem itt van a azért. Ott van a sorkát a másik oldalt is. Mindegy. Sok hely van majd, amire mennem kell. Erre az Anor Londo bejárata majd. Majd. Előbb menjek ide gyorsan, most 8 ZS össze. Hát, még elég erősek ezek a izék. Ezek a gyíkosok. Jó, legyen. Legyen. Legyen, hogy embert aztán megnézzük úgy. Nehéz, nehezek amúgy.
úgy kell mindenféleképpen csinálni, hogy egyessével kell őket ide írni, mert ha kettessével, akkor neked, ha most ketten rájönnek, akkor neked annyi. Akkor neked véged van. Tökéletes, így ahogy van. Hibátlan. Már jön. Gyere csak, gyere, szépen gyíkocska. Jó kroki vagy, Oké, eddig hibátlan. Mondjuk hibátlan mondom. Azt hiszem, hogy észre, hogy a, ez a, az a gyík amúgy sokkal nehezebb, mint az én. Sokkal erősebb, vagy nem tudom, sokkal gyorsabb, sokkal fürgébb, sokkal kiszámíthatatlanabbul támad, mint a Eatail Dungeon legelején lévő gyík. Csak úgy megjelenik így láthatatlanba. Human Drex vagy Drox? Most figyeltem a végét. Anyád! Jadd meg azt! Hát nem ott voltam. A feje az jó hatásos amúgy. Eléggé. Oké. Okay. Hibátlan eddig. Etuszom, szóval mi nem nincsen. Oké. Okay. Fuh. Közel volt a feje. Yes. Most ott a Ring of Favor. Az a másik, ami nagyon kell nekem. Az nagyon jó kar. Nagyon jó fej. Gyűrű. Kell nekem ez a Gold Serpent? Egyáltalán. Ugye ez nem? Hát ez nem kell ez nekem szerintem. Ugye ez boostolja a dexterityt, ez az a probléma. Ez jó volna. A rollolás azt nagyban segíti. Amit nem kell ez. Inkább ezt. De minden kettő hasznos, az a baj. Nehéz egyszerre mindent felvenni. Nem lehet egyszerre mindent felvenni, kérem szépen. Ez nem jó. Ez nem járja. És kaptam értük darabjáért 20 000 dollárt. 17-15-öt? Aldrich Faithful Praetor Astok lesz, hogy mi a fasz. Az igen. Ne joinol rá! Nem akartam rá joinolni. Aldrich Faithful. Ez a Human Drex hozzá kell, neki kell ez. Aha. Felettél érdekes. Amúgy. És akkor ma az Invader akkor? Nem tudok elmenekülni most az Invader miatt. Nem tudok el leülni a Bonfire-hoz. Ez problemendo. Problémákat szül általában, hogy nekem nem igazán tesz jót a testszőrnek. A világ leghosszabb létrája, kérem szépen most következik. Mi si... A büdös... Meg tudok ütni is amúgy itt. Gyere csak. És mind a ketten leestünk! Úristen! Ez közel volt. Menne, pusztulj! Kurva anyját. Lehetséges, hogy ez NPC amúgy. Nem NPC, ez játékos amúgy. És ez biztos, hogy játékos. Mert ezért nagyon durván izél. Nagyon laggol. Nagyon késett, nagyon delay-e van a sebzésnek. De kegyetlen kevés élete voltam, hogy ennek a... Invédelmet, nem tudom, ez egy játékos volt, egy NPC volt-e. Nagy mázdin volt most, hatalmas nagy mázdin volt. Most leestem, most... Egy ilyen pis morzsányi életem volt, rám lehelnek, megharok. Szóval... Épp, hogy túléltem.
Most lemehetnék, most megint a izéhez. Na mindig tudom, mit csinálok. Kinyitom azt a shortcutot a Ponti Sullivan boss fightjához, vezetőutat. Ezt megnyitom, és akkor utána odaülök, és akkor ott fogunk szintet lépni. De nem tudok úgy sem menni erre fel. Hanem erre. A sok papbácsik itt vannak, a papbátyok. Úgy érzem ezzel a kard, hogy én vagyok az Úr. Az Atya Úristen. Ez itt van az ember, ez így bujkál. Szóval nem voltál az, aki ezért lesben állt és mindig dobálta el a tűzgolyókat. A bosszú elér, srácok. Elégedett a bosszú. Ha-ha-ha. Mondom a bosszú. Erre kapjon már is. Ez budiság ez. De nagy rohadékok, munkó, parasztok. A dagat a legkeményebb úgy, mert ez hiába van poizod amúgy. Mert sokan nem hagyja meg, de minket most mondjuk igen. Mert ezért ez a kard elég jó. Elég erős, egy nagy poiza van. Ehhez oldal nem juthatom ki. Akkor melyik oldal nyitottam ki akkor most? Yeah. Megvan, szerintem sejtem, az fentről lehet majd a... Ott a megyek a ijászos területen. Ijászos résznél lesz majd. És itt lesz majd... Azt hiszem... Lesz itt egy láda. Vagy lehet, hogy mimik lesz? Már nem nézem pontosan, de azt tudom, hogy itt lesz ez a sorkátó. Nem kellett volna szerintem feladnom még, mert úgyis le kell majd mennem vele. Mindegy. Aztán ez Nimik lesz. Úgy emlékszem, hogy Nimik. Memekere. Igen, az is az. És kérem szépen, ez Memekró. Sacramento. Hopp. Az közel volt. Majdnem elkapott. Beragadott és megrágott. Szép szafatokra cincált volna engem most. Megcsócsált volna, megevett volna reggelire. Vagy talán vacsorára most már. Már késő a reggelihez. Itt jön lehetséges, ott szereti jobban a reggelit inkább. Hú, várjál már, ott van egy kristalizált, szedd már fel. Légy szó az, hogy legyen Tide Scale mod, hogy legyen Tide Scale mod, hogy legyen. Könyörgök pont, hogy? Erre menjél. Azaz. Kurv. Na jó van. Anyád megszült téged rendesen, remélem. Érdekes. Éppen szemém a tájat, srácok, közben, amikor itt hátra oldalra felnézek amúgy. Éppen szemlélem azt, hogy milyen világban is élek. Milyen helyszínen élek amúgy most jelenleg is tárgyunkban. Aha. Hát nem tudom. Nem látok már, nézve, hogy van ez. Nem látok már magamtól. Két szálltok mindent, milyen dolog ez. 55 ezeren van, baszki. Akkor szintlépést tuk el. Szintlépésért kiállt. Nem, srácok, szerintem befejezzük már szerintem most a streamet. Én azt mondom. Ez a... drága... stream most egy óránál tart, mert most hát sajnos azért megszakadt a stream, azt ketté kellett vágnia. Amúgy 3 óránál tartanám, mert 3 óra 10, 3 óra 20-nál tartanék, sajnos. Az Art Dragon Peak-en lévő kígyókról? Kőgyíkokról? Na. Kőgyíkokról, mi a véleményem? De egy idegestő szarok. Főleg, amikor gurulnak. Hogy gurulnak, azt lelöknek téged a pályáról. Imádni való amúgy. Szóval... hasonló idegestőbb, mint a kutyák amúgy, de anya nem. Főleg azért, mert nem találkozom velük olyan gyakran. Csak annál területnél az kész. Na. Jön akkor izé, text-ét és tanul lesz. Na srácok.
Viszont, most akkor elköszönök mára. Jaj. Itt ez ideje elköszönni mára, sajnos idő szorít. Holnap folytatjuk, nem kell aggódni, srácok, nem lesz elfelejtve. Ugyan, mint mindig. Most is pénteken Dark Souls 3, 4-től 7-ig, ugyanúgy, és holnap is 11-től. De lehetséges, hogy átírom, mert most lehet, jobban is rájönnék, lehet jobb is volna, hogyha korábban lenne. Szóval lehetséges az lesz, hogy 10 órakor elkezdem, és akkor mondjuk egyig. Egyig, vagy fél, kettő, nem tudom pontosan. Krusty Krab, köszönöm szépen a költéset, nagyon szépen köszönöm. Isteni áldás vagy. Szóval nagy szeretettel várlak téged majd holnap is, délelőtt, 10 óra, 11 óra környékén. Újra jelentkezünk egy újabb Dark Souls 3-mal, remélem mindenki jelenni fog lenni, és hát aki számít persze, és akit érdekel a Dark Souls 3, persze, nyilvánvaló. És most sajnos hát ez a baj, hogy a kedvenc, akinek annyira kedvenc a játéka, és mindig így szokott lenni, nagy VIP, a nagy moderátorom VIP. Most pont most elutazó félben van, és nem tud jelenni ebben ezen a hétvégén a streamekben. Minő botrány, sajnos. De hát mindegy, nem baj. Szóval holnap folytatjuk ezt a játékot, és akkor Oldrichet is, és a Dinosaur-t levágjuk. Aztán valószínűleg megyünk tovább. Az Osirios, meg a Champion Gandir. Így fogjuk apítani a gázt neki most, innentől kezdve. Meg se állunk. Viszont ma este, minden igaz, Monster Hunter World lesz. Aki esetleg kíváncsi arra is, akkor abba is nézem bele. Nem muszáj persze, hogyha esetleg érdekel titeket akkor. Viszont akkor én most elköszönök, és 9 órakor jövök vissza, este 9-kor, 2 óra múlva. Addig is mindenkinek kellemes, jó napot kívánok mindenkinek, és akkor majd legközelebb találkozunk. Sziasztok!